Köszöntöm a nézőket, Önök egészségügyi és életmód magazinunkat, a Medicinát látják. A magyar egészségügy legnagyobb ünnepén, Semmelweis nap alkalmából köszöntötte a kórház dolgozóit, az intézmény és a város vezetése a nyáron. A Bajai Szent Rókus Kórház jövőre ünnepli fennállásának 225. évfordulóját, amelynek emlékére jubileumi évet hirdettek. A Bajai Szent Rókus Kórházban mintegy 1100 fő dolgozik a hét minden napján 24 órában a betegekért. Őket ünnepeljük július 1-én, Semmelweis Ignác születésének évfordulóján. Az anyák megmentőjeként emlegetett magyar orvos volt az első, aki rájött a kéz fertőtlenítésének életbevágó szerepére. Nem véletlen, hogy júniusban adják át az egészségügyi intézményekben a legkiválóbb dolgozóknak járó elismeréseket. Szakmai és emberi kvalitásaik egyaránt kiemelkedően a betegekkel mindig figyelmes, problémájukkal szemben empatikus kollégáinak, ahol tud segít, ő nem más, mint Szabó Edith a pszichiátriáról. Az év asszisztense díjat Szabó Edith vehette át az idén. A pszichiátria munkatársa az első munkanapjára is pontosan emlékszik. 1993. november 29-én léptem be, de akkor még nem mint ápoló, hanem mint adminisztrátor, és kb. 7 évvel ezelőtt tettem le az ápolói szakvizsgát, és azóta dolgozom mint ápoló, mint asszisztens a szakrendelésem. Milyen a csapat, a közösség, a hangulat? Azért nem egy könnyű a tiétek sem munkahelyként. Azt lehet mondani, hogy olyan vagyunk, mint egy család. Tehát mi családiasan egymáson, ha probléma van, gond van, egymáson segítünk, mint egy kis család. Tehát mindenkin segítünk egymáson is, betegeken is, valahogy ez így családias. Az osztályon is, és a szakrendelésen is. És mit szóltál a díjhoz, azt még áruljuk el, tudtál-e róla? Nem. Az év ápolója díjat pedig Pintye Józsefné kapta, aki a 2-es számú belgyógyászaton tevékenykedik. Dolgosan, elég dolgosan, mert azért sok a beteg, gyorsan váltakoznak. Sok az idő, sok türelem kell. Ilyenek. És milyen a csapat, a légkör? Jó, az nagyon jó. Én nem sok helyen dolgoztam a 40 éven folyamán. Ez a harmadik hely, de tényleg nagyon jó csapat. Uh-huh. És előtte merre dolgozol? Pesten voltam. Hát itt kezdtem valamikor, és akkor utána 26 évig a Tiszti Kórházba, 6 évig meg Fehérváron. És akkor hazajöttem, mert hát bajai vagyok, és hát a bajaiak hazajönnek. Az intézmény valamennyi dolgozóját a fenntartó és a város vezetése is köszöntötte Semmelweis napon. Fercsák Róbert polgármester úgy fogalmazott, bár a kórház nem az önkormányzat fenntartásában áll, ennek ellenére sajátjuknak tekintik az intézményt, így minden területen igyekeznek támogatni az itt folyó munkát. Változnak azok a körülmények jó irányba, mind az ellátást kiszolgáló, mind pedig az ellátásban részesülőknek a körülményeit javítja. És hát természetesen az eszközbeszerzésben is haladni kell a korra, tehát sok olyan fajta magas technikai szintű ellátást meg tudnak kapni a bajaiak, amik miatt máskor vagy korábban távolabbra kellett utazni. És hát igen, forintba kifejezve ez az elmúlt 8 évben 6 milliárd, vagy lehet, hogy több is egy kicsit 6 milliárd, erről az útról nem szeretnénk letérni. A júniusi testület ülésen a Damjanics utca 15 szám alatti ingatlan átadásáról is döntöttek a képviselők a kórház javára, illetve további 5 építési telek átruházását tervezik a közeljövőben. Nekünk az az érdekünk, hogy minél több fiatal orvos letelepedjen, megtelepedjen itt Baján. Ennek érdekében egy nagyértékű ingatlant adtunk át kezelésbe Baja Városi Kórháznak, ami azt a célt szolgálhatja, hogy egy fiatal orvos házas pár ott az életkezdést megtehesse, és akár ez folyamatos is lehet, ugye egy következő és egy következő, és a közeljövőben pedig át fogunk adni a kórház számára hasonló célból ingyenesen 5 darab családi házas építési telket, ami szintén ezt a célt fogja szolgálni. Az ünnepsége jelentették be azt is, hogy 2019. július 1-től 2020. júliusáig jubileumi évet tartanak.
A Bajai Szent Rókus Kórház első írásos dokumentuma ugyanis 1795-ből származik, így az intézmény jövőre ünnepli fennállásának 225. évét. Ezzel pedig a Bajai, a délalföldi régió legrégebbi kórháza. Erre 225 évre szeretnénk sok szempontból felkészülni. Szeretnénk felkészülni úgy, hogy tudományos rendezvényeket tartunk, amely részben szakmai továbbképzések, részben pedig a kórház korábbi nagytudás orvosainak egyfajta történelmi visszatekintő dolga. Szeretnénk mindenképpen olyan építészeti korábban meglevő értékeinket helyreállítani, amelyeket eddig nem volt módunk. Én azt gondolom, hogy ezek mindenképpen ezeket szeretnénk, és hát az egésznek a koronája még az, hogy egyfajta jó értelmet arculatfrissítést is tervezünk, amelynek remélem majd a pozitív változásait látja a lakosság. A következő hónapokban nem csak a jubileumhoz változást az intézmény életében, hanem egy újabb együttműködés is. A Szegedi után most a Semmelweis Orvostudományi Egyetemmel is partnerségi megállapodást kötött a Bajai Kórház. Egy partneri viszonyt alakítunk ki, egy közös szerződésünk lesz, aminek az lesz a lényege, hogy részben a képzésben, tehát oktatásban veszünk részt, mint telephely, valamint bizonyos pályázatokban együtt fogunk indulni. Tehát a Semmelweis Orvostudományi Egyetem és a Bajai Szent Rókus Kórház közösen fog pályázati anyagot beadni. Az ünnepségen Zsigó Róbert államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is megköszönte a dolgozók egész éves munkáját. Nagyon sok minden történt a kórházban az elmúlt 7-8-9 évben. Sok fejlesztés valósult meg, épületekben és műszerekben is fejlődött a kórház. Az a munka, amelyet elvégeznek az itt dolgozó orvosok, az itt dolgozó ápolók, az is mindenki számára megbecsülendő. Természetesen mindenki, aki beteg és találkozik egy egészségügyi intézményen, az nem örül neki, hogy finomak legyünk, így aztán nagyon nehéz ebben a tekintetben előre lépni, de azt gondolom, hogy az elmúlt évek fejlesztései, az elmúlt évek munkája az azt mutatja, hogy nem csak a város számára, tehát nem csak a város vezetése, nem csak az önkormányzat számára, hanem az itt élő emberek, illetve a térségben élő emberek számára is az egyik legfontosabb intézmény a Bajai Szent Rókus Kórház. És hát valóban 225 éves lesz jövőre az intézmény, van mire büszkének lenni, és azt gondolom, hogy az a munka, amelyet elvégeztek itt a kórházban az elmúlt években, az majd a következő generációk számára is büszkeség lehet. A kórház kiváló dolgozója oklevelet az idén dr. Molnár Magdolna, Mártonné Antal Zsuzsanna, Sipos Zoltán, Bosnyák Antal és Varga Lívia vehette át. Egyre több pajzsmirigy beteget diagnosztizálnak Magyarországon. A legjellemzőbb tünetek a fáradékonyság, a súlygyarapodás vagy éppen csökkenés és a szapora pulzus. De hogyan lehet egyértelműen kimutatni a problémát? Erről kérdeztük a szakértőket. A pajzsmirigy a nyak előső részén elhelyezkedő belső elválasztású mirigy, amely nagy jódtartalmú hormonokat állít elő. Ezek a hormonok serkentik a szervezetben zajló anyagcsere és égési folyamatokat. Az elváltozások egyik formája a pajzsmirigy göbök megjelenése. A göbök több gondot is jelentenek, szaporapulzus és izgatottság, vagy fáradékonyság és hajhullás. Dr. Nyirati Gábort, a Bajai Szent Rókus Kórház 2. belgyógyászati főorvosát kérdeztük a pajzsmirigy problémáról. Valóban a pajzsmirigy betegség korunk népbetegsége lett, akárcsak a cukorbetegség és a magas vérnyomás. Hogyha számokat mondanék, akkor ugye körülbelül 4,4% az alulműködése a pajzsmirigynek, és körülbelül 1,5% a túlműködéses betegek száma. Tehát körülbelül 1 millió beteget érint Magyarországon ez a probléma. Annyit kell tudni, hogy a pajzsmirigy, ugye ez egy belső elválasztású mirigy, ami a nyakon helyezkedik el, a legnagyobb hormontermelő szervünk. A belső elválasztású mirigy azt jelenti, hogy a termelt hormon ugye közvetlenül a véráramba juttatja, és ezzel fejti ki a hatását. Több ilyen belső elválasztású mirigyünk van, ugye ilyen például a mellékvese, vagy a cukorbetegeknél a Langerhans sejtekben, az inzulintermelő sejtek, férfiakban, herenőkben, a petefészek. Tehát egy komoly neuroendokrin rendszerről beszélünk, ami rendkívül pontosan szabályozott. A karmester szerepet az agyalapi mirigy tölti be, ennek a nevét bizonyára mindenki hallotta már, tehát ez szabályozza felülről az összes belső elválasztású mirigyet, így többek között a pajzsmirigyet. De ennek a karmesternek is van egy főnöke az agyba, az úgynevezett hipotalamusz, ami dönten az agy területéről szabályozza a hormon működést. A lényege az, hogyha a
hormon, a pajzsmirigy kevés hormon termel, az úgynevezett T3-T4 a hormon, a tiroxin hormon, akkor ez a karmester közbeszól, és egy olyan hormon bocsát ki, ami fokozza a pajzsmirigy hormon termelését. Tehát úgy mondjuk, hogy egy negatív feedback van, tehát egy visszajelzés van, a szervezet érzékeli a vérbe a hormonszintet, ha ezt kevésnek találja, akkor a karmester közbelép és fokozza a termelést. Fordítva is igaz, ha túlműködés van, akkor az agy azt fogja mondani, hogy csökkentsük a hormontermelést, tehát ez a központi hormont úgynevezett TSH-nak hívják, ezt bizonyára azért sokan hallották már, tehát ha túlműködik, akkor a TSH csökkenni fog. Tehát, hogyha egy laboreredményt megnézünk, és azt látjuk, hogy a TSH alacsony, és a T3-T4, a perifériás hormon magas, akkor ez egyértelműen túlműködésre utal. Fordított helyzetbe, tehát hogyha a TSH alacsony, tehát az agynak az a jelzés ment, hogy állítsa le a hormontermelést, ugye akkor a T3-T4 magas, tehát egy túlműködés van. Tehát egy nagyon érdekes és precízen szabályozott folyamat. Ha megnézzük a statisztikai adatokat, az elmúlt 20 évben a pajzsmirigy betegségek száma lényegesen növekedett. Ezek között, a kiváltó tényezők között valóban szerepelhet a stressz és egyéb környezeti tényezők, a genetikai tényezők mellett. Ezen túlmenően ugye a diagnosztika látványosan fejlődött. Tehát régebben ugye a TSH, ez a hormonszint, ugye ez nem volt könnyen elérhető, ma már ez rutinba elérhető. Másrészt ugye ultrahang is ugye nagyon napi gyakorlattá vált, tehát ultrahanggal meg tudjuk nézni a pajzsmirigy szerkezetét. De ez azért fontos, mert ugye a gólyva, ugye a pajzsmirigy megnagyobbodás, amikor nagyobb a pajzsmirigy, ez többféle funkcióval is járhat. Tehát nem okvetlen biztos, akinek nagyobb a pajzsmirigy, hogy túlműködik a pajzsmirigye, hanem elképzelhető, hogy a jót hiány miatt a szervezet így próbálja a hormontermelést fokozni, hogy megnövekszik a szintje. De lehet ugye ez a megnövekedett pajzsmirigy hiperfunkciós, amikor túlműködik a pajzsmirigy, de lehet alulműködés, amikor ugye kevés hormon termel. Döntően ezeknek a háttérben inkább autoimmun betegségek vannak, aminek az a lényege, hogy a szervezet a saját szövete ellen kezd el termelni ellenanyagokat. Hogy olyan ellenanyagot termel, ami a termelést fokozza, a T3-T4 termelés, ugye akkor túlműködik, ugye, hogy Bazedov-kor, ez mindannyian hallottuk, ugye a túlműködés tünetei nagyon jellemzőek, ugye szapora a szívműködés, fogyás, annak ellenére, hogy jó az étvágya, izzadékonyság, hasmenés, tehát ezek a tipikus tünetei. Általában szem kidülledésével, úgynevezett exotalmussal jár, tehát ez az ajtóból is megdiagnosztizálható a betegség. Tehát ez a túlműködéses forma. Tehát, hogyha túlműködik, akkor olyan speciális gátlószeres kezelést kell bevezetnünk, ugye ez a T3-T4 nevű hormon, tehát a pajzsmirigy hormon szintet csökkenti, tehát több ilyen gyógyszer, például a metotirin, ami azt tudja elérni, hogy kevesebb. Tehát ez a túlműködéses rész. A másik része az autoimmun betegségeknek, amikor alulműködéssel jár a pajzsmirigy funkció. Például ez, hogyha megnevetni, az elég sokan ismerik, ez a Hashimoto tireoiditis, tehát egy gyulladás, aminek az a lényege, hogy olyan ellenanyagok képződnek, ami gátolja hormontermelést. Tehát itt alulműködés van, tehát akkor mi a teendő, jó a kérdés, jó a válasz, tehát itt nyilván pótolnunk kell a hormonokat, tehát nem gátolni a hormontermelést, hanem pótolni, tehát kívülről adjuk a hormon. Tehát ez L-tiroxin például egy olyan gyógyszer, ami a hormontermelést pótolja. Bár ritkábban jelentkezik a gyerekeknél a betegség, a szakember arra figyelmeztet, hogy a rosszindulatú pajzsmirigy göbök előfordulása magasabb a gyerekeknél, mint felnőtteknél. Dr. Könyves László endokrinológust a pajzsmirigy alul- és felülműködéséről kérdeztük. Pajzsmirigy alulműködés leggyakoribb oka egy autoimmun megbetegedés, úgynevezett autoimmun pajzsmirigy gyulladás vagy Hashimoto tireoiditis idegen szóval. Az adatok szerint körülbelül a populációnak a 10%-a érintett lehet. Maga a betegség okozhat alulműködést, de szerencsére ez jóval ritkábban manifest nyilvánvaló alulműködés körülbelül a betegek, illetve az emberek 1%-ánál figyelhető meg. Mikor gondolunk erre a betegségre? Nagyon szertágazóak lehetnek a tünetei. Sokszor csak fáradékonyság, memóriazavar jelentkezik, illetve depresszió hátterében is megfigyelhető lehet ez a típusú betegség. Ezen kívül hízékonyság, hirtelen jelentkező hízékonyság kapcsán szoktunk erre gondolni, de menstruációs zavarok lehetnek, illetve hát a szexuális vágy csökkenésének a hátterében is előfordul, de egészen általános tünetek, mint torokkaparás, nyaki fájdalom, szorító torok érzés is felvetheti ennek a betegségnek a gyanúját.
Összevetjük a betegnek a laborértékeit, ultrahangépét természetesen a tüneteivel, és hogyha tünetei vannak a betegnek, akkor hamarabb gondolunk a kezelésre, míg hogyha egy véletlen felfedezésről van szó tünetek nélkül, akkor esetleg halaszthatjuk a kezelésnek a bevezetését. Maga a kezelés egyrészt állhat, hogyha alulműködésre jellemző tünetek vannak, ami ugye a korábbi felsorozásban elhangzott, ha pajzsmirigy hormonpótlást indítunk, és ezzel próbáljuk normalizálni a pajzsmirigy működését, illetve hát pótoljuk azt a hormon mennyiséget, amit maga a pajzsmirigy nem termel meg. A pajzsmirigy megfelelő működéséhez jódra van szükség, ezt legegyszerűbben jódozott sóval lehet bevinni a szervezetbe. A jódpótlás nem minden esetben jelent megoldást. A fő kérdés, hogy megelőzhetőek-e a pajzsmirigy problémák. Nagyon gyakran felteszik azt a kérdést a betegek, hogy mi okozza ezt a betegséget, hogyan lehet megelőzni, lehet-e életmód kezeléssel ezt befolyásolni. Ami azt illeti, hogy a keletkezésében nyilván vannak genetikai tényezők, például nőkön 10-szer gyakrabban fordul elő, mint férfiakon. Családi halmozódás is megfigyelhető, ugyanakkor külső hatásoknak is szerepet tulajdonítanak. Például nagyon sok autoimmunbetegség háttérében, nem csak az autoimmunbetegségek, hanem az allergiás megbetegedések háttérében is felmerül az, hogy az immunrendszer a mai világban túlságosan steril, nem találkozunk azokkal az ingerekkel, túlságosan is tiszta világban élünk, ezáltal az immunrendszer nincs működésre kényszerítve, és így kialakulhatnak autoimmun megbetegedések. Akkor felteszik azt a lehetőséget például, hogy a D-vitamin hiánya is hozzájárulhat a betegség kialakulásához, főleg, hogy a D-vitamin az nem csak a közismert csontanyag cserére ható vitamin, hanem az immunrendszer szabályozásához is nélkülözhetetlen. Ezen kívül különböző környezeti ártalmakról is egyre gyakrabban hallani. Például van az úgynevezett endokrin disruptor fogalom, ami egyre inkább kezd elterjedni az orvosi szakmában, ami azt jelenti, hogy a környezetből olyan anyagok szabadulnak fel különböző például műanyag edényekből, amik aztán pajzsmirigyre hatva egy hormonális betegséget váltanak ki, de ez még intenzív kutatások tárgya, tehát erről még végleges adatokkal nem rendelkezünk. Ezen kívül vannak kiegészítő kezelések, például a szelénnek a bevitele úgy tűnik, hogy csökkenti ezt a pajzsmirigygyulladásnak a mértékét, tehát ezt szoktuk még a betegeknek javasolni, illetve cinkpótlás, D-vitamin pótlás is szóba jön, mint egyfajta kiegészítő természetes kezelés. A harmadik betegség, amivel nagyon gyakran érkeznek hozzánk a betegek, ez pedig a göbös pajzsmirigy betegség vagy stróma. Ennek a hátterében szintén számosok felmerül, szintén nőkön gyakoribb, szintén van egy genetikai halmozódás, szerepet tudnak be az elégtelen jódellátottsággal, ilyenkor, mikor kevés ugye a táplálékkal bevitt jód, akkor ez erőlködésre készteti a pajzsmirigyet, ugye, mert az jóddal dolgozik, tehát a pajzsmirigy hormonoknak nagyon nagy része jód, és ezáltal ez az erőlködő pajzsmirigy göbösödést idéz elő, és sok esetben csak véletlen ultrahangvizsgálat alkalmával derül ez ki, viszont máskor ez szemmel láthatólag megnagyobbodik a pajzsmirigy, és vagy a betegnek tűnik fel, vagy valamelyik hozzátartozónak, esetleg a házi orvos kollégának, akinél jár. Ugye itt ultrahang vizsgálatot végzünk, illetve megnézzük szintén a TSH-t, hogy milyen a pajzsmirigy anyagcsere, mert időnként a göbök túlműködést okozhatnak. Hogyha nem okoz túlműködést a göb, akkor megnézzük a göbök méretét, ultrahang szerkezetét, és egy fontos kérdést kell eldöntenünk, hogyha nincs pajzsmirigy túlműködés, hogy a göbök között van-e esetlegesen rossz indulatú göb, ami rákos sejteket tartalmaz.
Ez 20 esetből körülbelül egyszer fordul elő, ugyanakkor fontos, hogy kiszűrjük a 20-ból ezt az egy esetet, mert nyilván itt műtétet kell elvégezni. Ezért szoktuk a problémásnak, ultrahangon problémásnak tűnő göbökből úgynevezett finom tűbiopsziát elvégezni, amikor egy vékony tűvel a radiológus vagy patológus kolléga belebök a pajzsmégybe, kiszippant ebből a göbből sejteket, és egy egyszerű citológiai vizsgálat készül, ami alapján jó eséllyel eldönthető, hogy van-e rossz indulatú sejt ebben a göbben, vagy nem, és hogyha igen, természetesen akkor sebész kollégához irányítjuk a beteget. Ha viszont jó indulatúnak bizonyul, akkor egyfajta követés szükséges, kezdetben évente, utána 2-3 évente a változatlan göböket elég követni. Világszerte jellemző, hogy kevés az endokrinológus szakember. Magyarországon körülbelül 150 endokrinológus van, köztük az a 20-30 orvos, akik csak gyerekekkel foglalkoznak. Az idei nyáron sem volt hiány a napsütéses órákból. Bár még nincs vége a szezonnak, de azt elmondhatjuk, hogy bővelkedtünk rekordokban. Június óta több ízben rendeltek el hőségriadót az országban. A következő percekben a kánikula idején érvényes iratlan szabályokat gyűjtöttük össze nézőinknek. A gyár veszélyeiről és a szezonra jellemző egészségügyi problémák megelőzéséről mesél dr. Matán Eszter. A bajai gyermekorvos azt mondja, a napokban is tapasztalt hőségben rendkívül fontos, hogy a napozni és strandolni vágyok eleget tegyenek a szakemberek által minden évben hangsúlyozott javaslatoknak, ellenkező esetben ugyanis égési sérülésekkel, kiszáradással vagy más egészségügyi megbetegedésekkel végződhet a vakáció. Azt gondolom, hogy nyári időszakot élünk, de ezzel együtt mindig figyelembe kell venni, hogy milyen az aktuális időjárás. Tehát akár a nyaralás kapcsán, akár az otthonlét kapcsán, tehát hogyha a reggelek hűvösek, akkor megfelelően rétegesen öltözködünk, és hogyha déli órákban jobb az idő, akkor természetesen ennek megfelelően szabadulunk meg fölösleges ruházatunktól. Illetve ahogy bejött ismételten a kánikula, arra kell odafigyelni, hogy a gyerekeket, természetesen a felnőtteket is a tűző napsütésen, a vízparton ne úgy napozzunk, hogy 11 és délután 3 óra között, mert súlyos napégést, napszúrást a bőrünk nem viseli el ezt a nagyon magas UV-besugárzást. Dr. Matán Eszter rámutatott, a délelőtti órákban egyáltalán nem, délután is csak rövid ideig érdemes a napon tartózkodni, a napvédő készítmények használata pedig minden esetben javasolt. Hozzátette, kiemelten fontos a rendszeres folyadék és táplálékbevitel is, nem mindegy azonban, mivel pótoljuk a szervezetből távozó kalóriákat. Nem egy nyaralás végződött azzal, hogy az orvosi rendelőben ért véget, mert nagyon sok szalmonellás megbetegedésünk van, amit a nyaralások kapcsán szedtek össze a betegek, úgyhogy erre mindenképpen fölhívnám a figyelmet, hogy az étkezésre odafigyelni. Azt gondolom, hogy a nagy belegben mindenki felnőtt gyerek egyaránt tapasztalja, hogy sokkal jobban hidegebb gyümölcsöket enni, tehát a nem nehéz ennivalót, együnk sok zöldség, gyümölcsfélét, hideg leveseket, bőséges folyadékbevitel legyen, akkor a frissen sült húsokat fogyasszuk megfelelő salátával például, megfelelő folyadékbevitel mellett. Ami fontos még, hogy a különböző tejtermékek, teljes ételek, tejszínhabos sütemények, készítményeknél a nagy meleg az természetesen magával hozza, hogy sokkal romlandóbb. Nagy Isten olyat esznek, hogy tejtojás tartalmú szintén romlandó, vagy olyan ennivalót, amiben nyers tojást tesznek, tehát az itt a nyári időszakban szerintem nem követendő. Nem csak a táplálkozási szokásokra kell odafigyelni a hőségben, hanem a gyermekek, háziállatok biztonságára is. Szakemberek minden évben felhívják a figyelmet arra, a nyári melegben semmilyen esetben ne maradjon gépjárműben gyermek vagy háziállat felügyelet nélkül. Az utastér ugyanis néhány perc alatt felforrósodhat,
egy órán belül pedig akár a 60 Celsius fokot is elérheti a benti hőmérséklet. Egészen rövid időre sem maradjon sem házi állat, házi kedvenc, és hát természetesen, ami a legfontosabb, nem maradjon felügyelet nélkül gyermek a gépjárműben, még akkor sem, hogyha csak valaki úgy gondolja, hogy egy percre, vagy kettő percre, vagy egy rövid időre ugrik be egy adott üzletbe, vagy áll meg egy adott helyen, hiszen nem tudhatjuk, hogy ez a vásárlás, az ügyintézés milyen sokáig húzódik el, és ebben a nagy kánikulában egy lezárt gépkocsiban akár percek alatt is komoly baj, nehogy Isten tragédia történet. Így felhívunk minden szülőt, minden állattulajdonosnak a figyelmét, hogy erre fokozottan figyeljen oda az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, előzzük meg a nem kívánt, illetve problémákat, illetve a tragédiákat. A rendőrhadnagy hozzátette, a figyelmeztetések ellenére szinte minden évben bekövetkezik egy-egy tragédia. Legutóbb az Egyesült Államokban vesztette életét egy ikerpár, miután a gyerekek több órát töltöttek egy lezárt gépjárműben. Bő egy hónap van hátra a szezonból, a balesetek és a kellemetlen nyári élmények elkerülése érdekében a hátralévő időben is tanácsos betartani a vakáció íratlan szabályait. Műsorunk végén az adást készítő kollégák nevében is köszönöm figyelmüket, Medicinával legközelebb szeptemberben jelentkezünk, addig is kövessenek bennünket YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon. A viszontlátásra!